Sziasztok! Üdvözöllek itt újra nálunk. Aki most van itt először, annak be szeretnék mutatkozni. Én Timi vagyok, és két kisfiú anyukája vagyok, egy 5 éve, egy 6 éves és egy 2 éves kisfiújé. Erik épp oviba van, Lacika itt van velem. Kicsit zajos videó lesz, mert feljöttünk ide Eriknek a szobájába, itt Lacika is el tud játszani, tenni, venni, addig míg én megcsinálom nektek ezt a videót. Köszönsz? Nem köszönsz? Úgyhogy, amit a címből is láthattátok, egy csalódások, és vele együtt kedvences videót hoztam nektek. Nagyon rég volt hasonló videó a csatornámon, amióta az utolsó videó kiment, azóta nagyon sok terméket használtam, és nagyon sok termékről lett benyomásom, első benyomásom, vagy jó-rossz benyomásom, inkább így mondanám. De viszont nem tudok egy videóban 77 terméket bemutatni, így több részre fogom nektek ezeket a videókat lebontani. Megpróbálok egy videón belül csalódást is, kedvenceket is hozni, és bemutatni 4-5 terméket per videó. Hogy ne legyen túl hosszú, vagy túl rövid sem, ne untassalak, de mikor élvezitek, akkor se vegyem el tőletek a jót. Na szóval, a mai videó, amint mondtam, kedvencek és csalódások lesz. Hoztam nektek egy csalódós terméket, viszont inkább azt mondom, hogy egy termékcsaládot, és hoztam nektek még egy termékcsaládot, ami kedvenc, és azon belül még kettőt, ami kedvenc. Nagyon rég volt ilyen videó, úgyhogy már lassan azt sem tudom, hogy hogyan csináljuk, hogyan készítsük. Nézed csak! Várjál, adok neked egy ilyen papírt. Te, hogy ceruzán. Csücs! Nem csücs. Nem. Na szóval, az első és vele egyben az utolsó is, amit csalódásnak tudnák nevezni, ez a Gliss termék család. Egy trendprojekt által sikerült tesztelnem ezt a terméket. Tesztelésre kaptam reklámozni, ugye elmondani róla a véleményemet. Én az ő oldalukon is, mint a DM oldalán is megírtam az én véleményemet, és vele együtt itt is el szeretném nektek mondani, hogy ennél rosszabb terméket valaha sem próbáltam. Ez az én véleményem. Tényleg nagyon kevesen voltunk, akiknek nem vált be, és nagyon sokak, akiknek bevált. Legelsőnek ezt a sampont szeretném megmutatni nektek. Ez a Schwarzkopftól, ez a új Gliss sampon. Ami megnézzük, hogy mit ígér. Rájött, hogy harisnya és nem Marci. Na szóval megkeressük, hogy mit is ígér. Nem látom a magyart rajta. Itt van. Tápláló olaj, sampon, omega, 9 olajsavval és marula olajjal. Töredezett, száraz, sérült hajra, érzék, puhaság, ragyogás, tisztít, valamint védi és kényeztetően ápolja a hajat. Ez nekem állítólag 100% megerősödött hajat fog adni. Nekem azon kívül, hogy megmostam a hajamat, és még akkor este hajmosás után annyira száraz volt, hogy ki se tudtam gubancolni a hajamat, ahhoz képest szerintem semmit nem jut abból, amit ígér. De így egyben beszélnék a kettőről. Rá a hajmaszk is 4:1-ben, szóval lehet használni pakolásnak, hajbalzsamnak, száraz hajra, vizes hajra. Én tényleg adtam neki esélyt, mert vagy háromszor mostam velük hajat, és egy kalap kaka magyar elmondva. Semmire nem jó. Megmostam a hajamat. Általában, ti tudjátok, én 2,5 hetente szoktam hajat mosni. Ugye már akkor már beindul az öntisztulás is, és sokkal tisztább a haj, úgymond, nem az a zsíros, mint 2 nap után. Hát ezzel a Gliss termékkel, én megmondom nektek nagyon őszintén, megmostam a hajamat, kiszárította,
brutálisan gubbancos lett, olyan volt a hajam, mintha egy évi szőkítésen esett volna át. Próbáltam nagyon sokat utána más samponokat is használni, és még most sincs teljesen rendbe rakva a hajam, még mindig száraz. Azon kívül, hogy kiszárítottak, két nap után bezsírosodott az egész hajtövem, és csillogott, és koszos volt, és úgy néztem ki, mint aki tényleg az utcáról került volna valahova. Azon kívül egy pozitívuma, hogy isteni illata van. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó illata van, szóval ezt mondom, hogy ez a pozitív dolog, viszont nekem nem vált be. Még új gazdát fogunk keresni neki, mert én ezt nem használom el, de viszont el sem szeretném dobni. Hát én mondtam a legelején, hogy ez egy hangos videó lesz, viszont egy ugyanúgy tesztelésre kapott termékcsaládot szeretnék ismét bemutatni. Ez nem más, mint a Syosznak ez a Intense Flex termékcsaládja. Ezt a Pixiboxnál kaptam tesztelésre, ezt még jelenleg is teszteljük többen. Erről viszont annyit tudnánk mondani, hogy én alapból is szerettem a Syosz termékeket, de ez kifejezetten jó. Van egy Intense Flex 5-szörös erősítő samponja, egy 440 ml-s sampon, van egy 250 ml-es 20-szoros erősségű haj kondicionáló, és van egy hajolajunk, amik üveg kiszerelésben van, Intense Flex Living Serum. Így néz neki. Ez a termékcsalád első használatra csodákat varázsolt azzal a hajammal, amit a Gliss tönkrevert. Ez egy olyan termék, esküszöm, amit ha elfogy, bizonyisten újra fogok venni. Most még van egy nagy literes samponom kiszereléssel, amit egy németben olcsóbb videóban láthattatok, így emiatt most egy jó darabig nem fogok sampont venni, de ha ez mind el fog fogyni, biztos vagyok benne, hogy őket újra fogom vásárolni, mert egy eszméletlenül jó termék, majdnem olyan, mint egy professzionális termék, amit a szalonokban tudsz beszerezni, teljesen, ez ilyen, bocsánat, teljesen rendbe tette a hajam, könnyű volt fésülni, jó illata van, nem korpásodott, nem zsírosodott be a hajam, most is lassan két és hát, ilyen nap van szerda, szombaton lesz két hete, hogy hajat mostam. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó bírja, úgyhogy ez 10-ből 10 pluszos, és teljes mértékben tudom nektek ajánlani, míg ő 10-ből 1-es. És azt is csak az illata miatt adtam meg. Egy olyan terméket mutatok nektek, amit több kedvences videóban is láttatok már, elfogytak videóban, Rossmann Hallban, és nagyon sok videóban láttatok, ez nem más, mint a Rossmannnak a saját márkás aktív szérumja, ami egy hialuronsavas szérum. Hozzad. Ott. Menjél, anyáinknál a szobába. Ott a szobában van a telefon. Hozd ide. Egy Rossmann saját márkás hialuronos szérum, amiknek ilyen kis vagy így pipettás a nem találtad meg? Kiszerelése. Nagyon sokat segít az arcomon. Én nagyon szeretem. Nem tudom, hanyadik üvegnél tartok már. 1700 forintba kerül, és szerintem árérték arányban egy nagyon-nagyon jó szérum. Olcsó is, a bőrhibákra egy picit enyhít, viszont nagyon-nagyon jó a arc szárazságra.
Ilyet nem csinálunk. Köszönöm. Nagyon szépen tudja pótolni a vízhiányos bőrt és a szárazságot enyhíteni. A kipirosodott bőrre nem igazán mondanám, hogy hatékony, de én ezt nagyon szeretem, és nektek is tudom ajánlani, hogy próbáljátok ki. Eddig, akinek ajánltam és próbáltam, mindenki azt mondta, hogy mennyei termék. Ismét egy termékcsaláddal jövök, ez a Revuelle, remélem, hogy jól ejtem, termékcsalád, ez a ceramidós arclemosója, és ugyanúgy ez a centellás arcszérumja. Hát az arcszérum szerintem az magáért beszél. Mit adjak én néked, hogy egy picikét? Na szóval, ezt egy hármas pakban vettem, úgy volt, hogyha rossz van, két terméket vásárolsz, akkor a harmadikat, azaz a szérumot ingyen kapod meg. Úgy is történt, megvásároltam az arc lemosóját és az arc krémjét, és így kaptam a szérumot ingyen hozzám. Azt szeretném mondani, hogy az arc krém annyira nem nyerte el a tetszésemet, mint ez a két termék. Jó az arckrém is, nem mondom, hogy nem, mert teszi a dolgát, viszont ez a kettő nagyon-nagyon isteni tetszik, nagyon bevált, és nektek is tudom ajánlani. Nézed, Lacika! Nézd! Csücsoda fel vele az ágyra. Ez a ceramidos arclemosó nem habzik, így lehetséges, hogy egyeseknek nem ad ilyen tisztasági érzetet, viszont én teljesen meg vagyok vele elégedve, meglepő módon. A másik, ez az arcszérum, ami magáért beszél, hogy a fél üveg el is fogyott. Ennek nagyon vizes hatása van. Teljesen ilyen vizes állaga, bocsánat, nem hatása. Viszont, aki itt van régóta, az tudja, hogy az én arcom nagyon vöröses foltokkal volt tele, száraz foltokkal, és ebből nagyon kevés maradt már, úgyhogy tényleg ez a kombó nagyon szépen helyre rakta. Így hát nektek is ajánlom, próbáljátok ki, teljesen zsebbarát, inkább úgy mondanám, nem egy nagyon drága termék, és azt ki szeretném hangsúlyozni, hogy ez a centella nyugtató hatású a bőre, úgyhogy kifejezetten ennek a terméknek én nagyon örülök, és nektek is ajánlom. Hát ez a videó, nem tudom, nem akar összejönni. Direkt mesét adtam neki, hogy be tudjam ezt a videót fejezni, de nem akar összejönni. Utolsó termék, amit mindenhol láttam, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, mindenhol az interneten, csak ez a szempira spirál jött velem szembe, ami nem más, mint ez a Sky High a Maybelline-től. Hát ez a szempira spirál. Isten. Akkora pillákat csinál, hogy szerintem, ha bekenem a pillám, a tarkómat fogja így szépen simogatni. Annyira, de annyira szép, hogy én nem hittem. Én azt mondtam, hogy csak reklám, és a Maybelline-nek ezt az egész reklám ügyét fizeted meg. Én nekem jó az 1000 forintos Avon, meg a 800 forintos Rossmanos eszenszes spirális. De végül azt mondtam, egy a fene, csak megveszem, mert nagyon dicsérik, nagyon jó, és nem bánom meg. Imádom, szeretem, és szerintem ez egy olyan befektetés, amire én is azt mondom, hogy megérte. Pedig nem vagyok az a fajta, ami túl sokat költene bizonyos termékekre, így nekem azt mondom, hogy ez is 3000 valahány száz forint volt, majdnem ütött a négyet. Én abból egy évi spirálomat veszem meg az olcsó kategóriából, de azt mondtam, hogy ezt muszáj kipróbáljam. Nem bánom meg, mindenkinek ajánlom azóta is, hogy aki nem próbálta, azt tegye meg, az vásárolja, egy ilyen szilikonos sörtéje van, amilyen kis flexibilis sörte. Nagyon picike, de viszont
minden helyre könnyen bejut, úgyhogy én szeretem. És nagyon gondolkozok a kék változatán, van ennek kék, barna, bordó, rózsaszín változat, úgyhogy nagyon gondolkodok abban, hogy a kéket is meg szeretném vásárolni, ugye a rózsaszín, de a rózsaszín nekem az olyan túl sok, úgyhogy a kéken gondolkodom még. Gyönyörű szempillákat csinál, hosszítja, dúsítja, de a hosszításban abban nagyon jó, úgyhogy aki keres egy olyan szempillaspirált, amíg tényleg ilyen méteres pillákat csinál, az igenis fektessen be erre egy picivel több pénzt, mint egy Essence Princess, Lush Princess, vagy egy nem tudom, Lovelish spirál, de higgyétek el, hogy szerelmesek lesznek ebbe a termékbe. Ez volt az utolsó termék, amit teljes szívvel tudok nektek ajánlani, úgyhogy ha azt veszük, van egy spirálunk, egy ilyen arc kombónk, egy Rossmann termékünk, és még egy ilyen kombónk a hajra. Ezek voltak a kedvenceink, és ugye a Gliss meg a csalódott termékem. Ez volt a kedvencek és csalódásos videóm. Ha tetszett, írjátok meg a komment szekcióban, hogy szeretnétek ennek még folytatását, mivel vannak még termékeim, és háztartási termékeket is fogok nektek mutatni. Nem csak ilyesmit, hanem háztartást, édesség, teja, kávé, mindent is megmutatok, ami az utóbbi időben kedvencünk lett, amit megszerettünk, vagy ami iszonyatos csalódást okozott. Úgyhogy ha szeretnétek még hasonló videót, azt írjátok meg a komment szekcióban, hogy tudjam, hogy induljak el e felé a sorozat felé. Amit még szeretnék nektek, azt írjátok meg kommentben, hogy nektek, ha jobban mondva, inkább újra, ha ti próbáltátok már ezt a Gliss terméket, írjátok meg, ha nektek bevált-e, mert ugye 2000 vagy 2500-an teszteltünk, és ebből páran voltunk csak, akiknek nem vált be, a többieknek, mindenkinek szerelem volt ez a termék, és kíváncsi vagyok, hogy itt esetleg, itt is vagyunk majdnem 1500-an, úgyhogy szerintem itt is biztos vagyunk, akik próbáltuk már, többen is, és kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy végignéztetek, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!